Kérjük, találjanak ki valamit. Vigyázzon! Nálunk van a Csernus. Ki? Csütörtökönként este 9-től 10-ig. Te hol vagy? Félsz a telefontól. 50-53-99-5. Jó estét kívánok, Csernus Imre vagyok, ez a Rádió Q 99.5, a telefon pedig 50-53-99-5. Szeretettel köszöntöm a ma esti vendégeimet, és hogy ezen a akár késői órán bizonyos egyik vendégem az bizony kicsit panaszkodott, hogy kicsit később valószínűleg... Egészen picit panaszkodott. Igen, én is azt mondom, egészen picit, mert hát azért húzós napot élünk, gondolom mindannyian. De tisztelettel köszöntöm Horváth János színművész urat, és dr. Fodor Péter bölcsész urat, aki a Füstölgők Társaságának az elnöke. Jó estét kívánok! Én is jó estét kívánok! Jó estét kívánok önöknek, kedves urak! A mai adás témája dohányzás, pro és kontra. Mondjuk, amíg ez egy magyar és Füstölgők Társaságának az elnöke, meg kell, hogy mondjam, előbb a Fodor urat kérdezném meg, aki bölcsész is, és hogy jött egyáltalán az ötlet? Hát nem most történt, hanem egy jó évtizeddel ezelőtt, 1997-ben néhány barátommal beszélgettünk egy kellemes kerthelyiségben. Ez akkori Lord Major. Mindannyian dohányoztak? Nem. Ez volt az izgalmas benne, hogy nem azért ültünk le, hogy megalakítunk egy társaságot, de a beszélgetés végén azt mondtuk, hogy nem lenne rossz egy ilyen társaságot csinálni, és egy hónapra rá valóban jogilag is megalakultunk bejegyzett társaságként, ami azt gondolom, hogy az akkori viszonyok között egy kellemes civil kurázs is történet. Hát az akkor, de most, akkor itt most már... Hát ez egy más most helyzet. Már kicsit komolyodnak a dolgok Európai Unióba. Hogyha csak úgy megnézem az Európai Unió szabályozását, nem olyan rég, azt hiszem, hogy pont két hete az egyik betegem visszajött Németországból, és elmondta, hogy képzelje, doktor úr, Németországban már sehol sem lehet rágyújtani, sem vendéglőkbe, sem szóval utcán sem, és azt mondja, hogy azok a vendégek számára, akik dohányozni szeretnének, a németek kitaláltak egy ilyen vékony kis fehér rudacskát, amiben beletesznek egy elemet, hogyha valaki megszívja ezt a rudacskát, akkor annak a vége kéken ízzik az elem hatására, nem vörösen, mint a cigi hatására, valamint egy ilyen kis ilyen kapszlit betesznek, az egyik ízesítve van nikotinnal, a másik nincs ízesítve nikotinnal, és akkor az elem hatására valószínűleg ez a víz felmelegedik, mert amikor ezt szívja az ember, akkor még valami ki is jön belőle. Tehát a dohányzásnak az illúziója ilyen mesterségesen megadatik. Tehát épp arra gondoltam, hogy nagyot nevettem magamban, hogy a dohányzás abbahagyása is milyen akár extrém üzleteket fejleszt, alakít ki. Most ez a társaság ebben a törvényi szabályozásban van egyáltalán jövője? Én azt gondolom, hogy minden civil társaságnak van jövője. Amit ön említ, annak van egy izgalmas része, mégpedig ha felidézzük, akkor 1999-ben fogadták el a nem dohányzók védelméről szóló törvényt, ami azért volt izgalmas, mert a törvény hatályba lépése, pontosabban elfogadása és hatályba lépése előtt egy rendkívül hosszadalmas egyeztetés zajlott, többek között a dohányosokkal is, amit mi azt gondolom, hogy kellően tudtunk elfogadni, és részt is vettünk ebben. Ma annyiban van valóban más helyzet, hogy az Európai Unióba való belépésünkkel bizonyos EU-s ajánlások, tehát ezért ez lényeges különbség, lehetővé teszi, hogy az országok saját maguk szabályozzák. Kétségtelen tény, hogy akár Írország, Olaszország,
vagy Anglia, vagy említett német példa. Sőt, azt gondolom, hogy ezt kiterjesztették a franciák, és aztán tavaly szeptember óta, hogy bizonyos értelemben a nyilvános helyen történő dohányzást korlátozták. Ez új helyzetet teremt. Na de ettől még, ugyanis mi nem csak arról gondolkodtunk annak idején, és azóta sem, hogy lehet-e dohányozni, vagy nem, hanem az, hogy a dohányzásnak van egy kultúrája, ha úgy tetszik, egy kultúrtörténete, ez kétségtelen. Kultúrtörténete, az kétségtelen, hogy van. De... És azt gondolom, hogy a dohányzásnak van egy kultúrája. Tehát kultúrátlan is lehet dohányozni. Nem gondolja, hogy csak lenne? Nem. Nem, ez a feltételes mód, ez úgy gondolom egy természetesen tiszteletbe tartható vélemény kérdésként is, de én azt gondolom, hogy lehet. Kétségtelen lehet, éppen ezért megkérdezem a színművész urat, mert mielőtt betettük volna a lábunkat, pont arról beszéltünk, hogy hopp, van egy telefonáló is, aki valamit szeretne mondani. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Érdeklődni szeretnék, hogy az Ajurvéda vagy, amit akartok című műsor, az mikor megy? Jaj, kedves uram, fogalmam sincs. Szerintem nézze meg az interneten. Nagyon az a baj, kedves, hogy én ott köszönöm. Vagyok a honlapjukat. Hát akkor nem tudok ezen segíteni. Nagyon kedves, köszönöm. Szóval, visszatérve erre a dologra, hogy pont mielőtt bejöttünk volna ide a stúdióba, mert ez az előző, hogy vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy azért telefonálnak be, hogy megkérdezik tőlem, hogy egy adott műsor mikor van. Szóval eléggé nonsense. De hát mindegy, ez ő dolga. Beszéltünk arról, hogyha színész mi voltára én, amikor régebben, meg mostanában is bemegyek ilyen színészi öltözőkbe, akár, meg büfékbe, ott szó szerint vágni lehet a füstöt, és én nem azt tapasztalom, hogy a színészeknél a dohányzás kultúrája úgy megmutatkozna. Ez valóban igaz. Én azt gondolom, hogy mivel a, hogy is mondjam, talán inkább pótcselekvésként fogalmaznám meg azt, hogy ahogy a színészek, vagy egyáltalán a színház, a film, vagy bármilyen művészet közelébe kerülő emberek, nagyon-nagyon százalékban valóban inkább sok pótcselekvésként. Ez a felfokozott izgalmi állapot, vagy mi miatt lehetséges, hogy általában így az alternatív művészek, a színészek szinte mindannyian dohányoznak? Nem is mindannyian, de azért... Rengetegen, bocsánat. 85-90%-os állapot valószínűleg így van. Akkor én egyből visszakanyarodnék. Tehát először is tényleg, ahogy kint ültünk, és én kicsit panaszkodtam, hogy későn van számomra a műsor, már egyből visszavonom, hiszen ha nem jöttem volna el, akkor soha életemben nem hallottam volna a Füstölgők társaságáról, mert tény is való, hogy még nem hallottam. Ami nagyon-nagyon érdekes és izgalmas dolog, hiszen ha körbe tekintünk ezen a viszonylag kékszínű bolygón, legalábbis a kívülről nézzük, akkor szerintem ma bolygónk nagy részén szinte mindenhol a dohány valamilyen formáját, a dohányzás valamilyen fajtáját űzik. Tehát kissé olyan furcsa paradox dolognak tűnik, nem visszatetsz, a paradox dolognak tűnik, hogy a 20. század végén Európában úgymond társasága kell, hogy alakuljon annak a dolognak, ami ezen a kontinensen is immáron jó pár száz éve elég komolyan bevett dolog. Tehát ez egy furcsa, érdekes, izgalmas, és valószínűleg egy sokkal mélyebb társadalmi dolgot megpiszkálandó témát vett fel, mint maga pusztán az, hogy ebben a társaságban olyan emberek vannak, akik rágyújtanak, vagy olyan emberek vannak, akik esetleg ellenzik, vagy nem kedvelik a dohányzást.